Kacskamati reménykedve kérdezte Mikka Makkát. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokta. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok. Vagy majdnem tudok mindent. Vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Egy kérdésem lenne. Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elő vele! Ugye, nekem van születésnapom. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam! Örült Vacska Mati. Hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati. De mikor? Hogy mikor? Nekem például december 1-én. Neked, mondta fitmálva Vacska Mati. Neked. De nekem, mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom, mikor van, mondta szomorúan Vacska Mati. Például ma, mondta Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden! Mikka Makka bólintott. Tehát minden kedden, virult Vacska Mati. Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e kedd. Na akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd? Hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem? Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár. De hiszen ma április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majd elfelejtettem. Ragyogott fel Mikka Makka arca. Isten éltessen. Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk! Kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van! Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárt, Bruckner Siegfried, Arómó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Isten éltessen! Isten éltessen! Kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárt. Csak elég furcsa. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak, összetugták a fejüket, sutyuró-mutyuró. Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó, pedig hozzá is elhallatszott, hogy dömdödöm, azt mondja, dömdödöm. Ezt pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben oda néz, a kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csuda egy virág volt. Úgy hívták Vacska Mati virágja. Vacska Mati meg írult, pirult, sápidozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg, uram fia, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok? Mondta Ló Szerafin. Dömdödöm, azt mondta dömdödöm. Hogy ne hallották volna? Bizony, nem gondozza a virágját. Bizony, nem öntözi. Bizony, rá se néz. Bizony, hervadozik szegény virág. Bizony, kornyadozik. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacska Mati. Pedig az én virágom, Vacska Mati virágja. Mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozt. Hát akkor öntözt. Hát akkor törj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Vacska Mati meg neki esett. Öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta nap hosszat. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyadsz, mégis hervadsz. Mi lesz már?
tessék sárgállani, tessék zöld elleni, tessék lilállani, tessék kék elleni. Na erre megint összesereglettek mind. Mit képzelsz? Mondta Ló Szerafin. Hónapokig nem töröttél vele, és most azt hiszed, hogy két nap alatt virulni fog? Zöld elleni? Sárgállani? Lilállani? Kék elleni? Dömdödöm? Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacska Mati. De igenis, elvesszük! Dömdödöm! Mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacska Matinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág. Agyon kapált. Tudom, mondta a virág. Sápat lettél. Tudom, mondta a virág. Csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott Arómú. Csak, mondta a virág. Vacska Mati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek. Egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott Egérelek a szomszédjának, és fél kézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapítsd meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyellősen lenézett, s reszketek hangon mondta. Nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Ebben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta Egérelek, és rátartéan bebalagott az erdőbe. Azért persze összegyűltek. Mikka Makka, Szörnyeteg Lajos, Bruckner Siegfried, Arómó, Nagy Zoárd, Ló Szerafin és Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell. És ki lenne erre ő nála alkalmasabb? Mikka Makka válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos és Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját. Arómó a térdét csapkodta nevettében. Ló Szerafin és Nagy Zoárd a fejét csóválta. Dömdödöm csak annyit mondott. Döm! Dödöm! De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze, természetesen. Mert titokban mindnyájan szerették, és ezt Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát. Egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni. Repülőhajót. Hát olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön volt. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak. Vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először is reggelizzünk,
mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, vagy fűrésszel. Merről kell odaállni, hova dől a fa, merre kell szaladni. Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa, meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Eközben 3-an félrevonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik 2 meg fűrészelni kezdte a fát. Niskr, 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 niskr. Vigyázzat! Azonnal dő! Nehogy a reggelimre dőljön. Emezek meg kiabálni kezdtek. Ne úgy állj! Amúgy húzd! Vigyázz jobbra! Alá! Fölé! Emelj! Engedd! Toljad! Rúgjad! Vágjad! Kalapáljad! És rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost, meg Dömdödömöt. Recsent, s dőlt az eukaliptusz. Ugrottak 100 felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani, és a fa, puff, ráesett a hátára. Dömdödöm! Siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza. A lábánál fogva, a kezénél fogva, a fejénél fogva, kezénél fogva. Ugyan már, a fát kell fölemelni, morgott Mikka Makka. Neki veselkedtek. De hiába erőlködtek, a fa meg sem moccant. Alóla meg egyre halkabban jött a Dömdödöm. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak. Majd én segítek. Mind arra fordították a fejüket. Először nem láttak semmit. Persze nem is igen láthattak, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam. Egy picike zöld lány, kis zöld sityak a fején. Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske. Nem szöcske vagyok, maminti vagyok. Ne zavarj bennünket! Dömdödömöt mentjük, szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának. Dömdödöm csak jajgatott. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm. A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Mamlinki futkosott hát körülöttük. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aróma oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött. Engedjetek! Engedjetek! Azonnal takarod! Hord el magad! Azonnal takarod! Hord el magad! Lép pucolj! Tűnjél! Lép olajra! Tűnjél! Nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük? Maminti a picike zöld lány méregbe gurult. Ostobák! A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát, és suhintott. Mint sóbálványjá váltak. Aztán odasétált a fához, csak úgy fél kézzel megemelte. Mász ki, mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta hátát. Dömdödöm. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy Dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott. Remélem a reggelimet nem változtatta sóbálványá. A többiek nevették. Mamintit a kicsi zöld tündér Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük. Szörnyeteg Lajos, jaj de álmos.
Nicsak, mi történt szegény szörnyeteg Lajossal? Már egy jó fél órája csak témfereg, kódorog, szédeleg, lődörög itt a tisztáson. Oda is ment hozzá Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm, és megkérdezte. Dömdödöm? Jaj, kedves Dömdödöm, nagyon, de nagyon gyötör az álmosság. Dömdödöm, magyarázta élénken Dömdödöm, és már mutatta is, mi sem egyszerű bennél. Ha az ember álmos, bukfencezni kezd. 29 bukfenctől még az álomkor is elmúlik. Rettentően köszönöm. És zim-zum, bukfencezett 24-et. Aztán már csak zim-zum, zik-zök, potty. Ne haragudj, Dömdödöm, de ettől a 29 bukfenctől 29-szer álmosabb lettem. Neki állt volna újra témferegni, szédelegni, de szerencsére arra jött éppen Vacska Mati. Ó, álmosság ellen ezer módot tudok. A legjobb a hideg-forró módszer. Na, gyere csak a zuhany alá. A módszer lényege az, hogy hol forró, hol hideg vizet engedünk rá gyors egymás utánban. És aztán meg hol hideget, hol forrót. De én az álmosságomat kérdezem. Az, mint a pénty úgy elmúlik. És már tuszkolta is Lajost a zuhany alá. Zik, hideg, zuty, forró. Jaj, de hideg! Aztán meg, jaj, de forró! De egyre halkult a hangja. Jaj, de forró! Még szerencse, hogy a nagy locsikolásra odajött Árómó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. Nicsak! Ez meg elalszik a zuhany alatt. Éppen erről van szó. Az álmossága ellen küzdünk. Zuhannyal! Halottnak a csók! Kiráncigált a szörnyeteg Lajost a zuhany alól, adott neki két szelíd kis pofont, hogy magához térjen. Itt csak egyetlen dolog segít, a kutyabenge kéreg. Rágicsáljál kutyabenge kérget, és egyszerűen elmúlik az álmosságod. Az utolsó mondatot már hallotta a lószerafin, a kékparipa, Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa, meg Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán is. Még hogy kutyabenge kérget álmosság ellen, szólt közbe lószerafin. Tudod te, Arómó, hogy mire való a kutyabenge kéreg? Hogy ne tudnám? Hasajtó, mondta hegykén Arómó. Amíg megy a hasa, nem tud elaludni. Világos, nem? Tartsanak ébren téged hasajtóval, mondta neki Vacska Mati. Ki tud valami jó módszert? Ki tudna? Mosolygott fölényesen Bruckner Siegfried. Hát ki itt az ész, az agy, a fő zseni? Egyféleképpen múlik el az álmossága, mondjuk ha fát vágna, emelné a fejszét, lecsapna. Megint emelné, megint lecsapna. Az álmosság meg sics-suty, már ott se lenne. Igaz? Ez az! Legalább összevágja télire a tüzelőt! Helyeseltek mind. Szörnyeteg Lajos nekilátott fát vágni. Na, mondhatom, szép favágás volt. Már emeli a fejszét, közvetítette Árómó, majd rettentő hosszan elmesélte, hogyan úszta át annak idején a Dunát. És Szörnyeteg Lajos már teljesen fölemelte a fejszét. Most lecsap! Majd elmesélte, hogy annak idején hogyan úszta vissza a Dunát. És Szörnyeteg Lajos lecsapott a fejszével. Hé! Lajos! Lajos! Hé! Lajos!
Én most adok neked két fenyőtűt, ezekkel feltámasztod a szemed, és közben mondogatod, azért sem alszom el, azért sem alszom el, azért sem alszom el, azért sem alszom el, azért sem alszom el. Ebben a pillanatban kilépett a tisztásra Mikka Makka. Mi ez a nagy ramazuri? Képzeld, Mikka Makka, Szörnyeteg Lajos gyötri az álmosság. Már mindenfélét kitaláltunk álmosság ellen. Bukfencezett, forró hidegben fürdött, majdnem kutyabengét evett, fát vágott, most meg majd mondókát mond. Dehogy mond! Dehogy mond! De mit csináljak, amikor úgy szenvedek az álmosságtól? Hát aludj! Feküdj le és aludj! Szörnyeteg Lajos azon nyomban le is feküdt, azon nyomban el is aludt, hírki, horki, horkolászott. A többiek meg nagyon büszkék voltak. Megmentették Szörnyeteg Lajost. Lám, nem gyötri már az álmosság szegényt.